Legyen önnek is üzlet a kommunikáció, én ezt kívánom. Ezért szeretnék egy kicsikét bővebben szólni valamiről, amiről a weblapok kapcsán kevesebb szó esik, pedig ez az alapja az egésznek. Hogy gondolkodik egy 21. századi kisvállalkozó a tudásról? Ez egy kulcsfaktor a vállalkozás fejlesztésben, és ennek kapcsán a weblap fejlesztésben is. Ugyanígy az online marketingben. Évek óta tanulmányozom a cégek működését is az online marketing munka közben. Sok emberrel beszélek, és egy dolog gyakran feltűnik, amit szeretnék most megosztani. Mielőtt belekezdek, tegye meg, legyen szíves, hogy válaszol csak magának, őszintén, erre a három kérdésre. Az indokoltságára majd később visszatérek. Mennyi pénzt költöttem az autómra az elmúlt évben? Gondolja végig. Emelje a kezét, ha kész a válaszsal, addig nem lépek tovább, amíg a többség nincs meg. Jó. Mennyi pénzt költöttem a képzésemre az elmúlt évben? Oké. Mennyi időt töltöttem a vállalkozói tudásom bővítésével az elmúlt évben? Még lehet egy kicsit korrigálni, módosítani, de addig én haladok. Megfigyeltem, hogy az embereknek sokszor fontosabb az új autó, az új tévé, vagy akár az új mobil is, fontosabb, mint a tudásuk. Fontosabb, mint a saját fejlődésük. Éppen az, ami a megélhetésüket és a pénzügyi függetlenségüket biztosítja. Honnan tudom ezt? Megkérdeztem. Ugye több pénzt költött az autóra. Általában ezt a választ szoktam kapni. Igen, mert az autó munkaeszköz, szokták mondani. Létszükséglet. Én meg azt mondom, hogy ma a tudás, a vállalkozás eszköze épp úgy létszükséglet. Észrevettem már, hogy tudás alapú vállalkozások között versenyez a vevőkért? Autót senki se vezethet alaptudás, jogosítvány nélkül. Furcsa, de vállalkozást igen. Ez is lehet életveszélyes. Én elgondolkodtam ezen sokszor. Mi kellene ahhoz, hogy belássák? Maga az üzletépítés és a vállalkozás szervezés olyan bonyolult már, hogy mindkettőt elkerülhetetlenül ki kell tanulni, ha egyszer már vállalkoznak. Tudás kell hozzá. Igen, az a tudás, amit korábban a tömegektől elzárt tudással, tisztességtelen előnyhöz juttatott egy csomó vállalkozót. Lásd csak a bankárokat, nagyvállalkozókat, tőzsdéket, és így tovább. Akik az üzleti és pénzügyi ismereteket, azoknak birtokában, a tudás birtokában voltak. Ma a tudás terített asztal, amihez mindenki hozzáfér. Rajtunk múlik, hogy mennyit veszünk belőle. Én úgy látom, hogy még ezzel nincsenek igazán tisztában, nem értik, hogy miért van szükségük rá. Még nem vesznek eleget. Évekkel ezelőtt egy milliárdos mondta nekem, aki az Economistból kezdett, a legtekintélyesebb angol gazdasági heti lapból kezdett angolul tanulni. Mindenki szeretne annyi pénzt keresni, mint én, de senki sem szeretne annyit dolgozni érte, mint én. És itt most a tudásra is gondolok. Mégis. Értik ők, de mégis azt mondják nekem, mikor együtt dolgozunk, hogy még mindig túl bonyolult vagyok. Ahelyett, hogy igazodnának az új helyzethez, engem akarnak még jobban magukhoz igazítani. Pedig Einstein is megmondta, hogy a kevés tudás veszélyes, igaz a sok is. Tudom, hogy túlterheltek. Talán ezért kérik sokszor, hogy legyek még egyszerűbb, mert így amúgy is bonyolult a vállalkozás. De tudás nélkül hiányzik belőlük annak belátása is, hogy minden csak annyira volna szabad egyszerűsíteni, amennyire lehet, de nem jobban. Végül is akkor meddig egyszerűsíthető a 21. század vállalkozása? Eddig. Volt az, amit alapnak tekintettek korábban, a 20. században, az elosztó, eszköz alapú gazdaságban, a beszerzés, értékesítés, könyvelés, adok, bérek eszközök. A szakma.
és már akkor is voltak az emberek. Ma aztán végképp nem lehet kikerülni. A vállalkozási környezet, a versenytársak meghatározzák, hogy hogyan építem fel a vállalkozásomat, mit engedhetek meg magamnak, milyen területen, milyen eszközökkel, meddig mehetek el, meddig érdemes velük együttműködni, meddig érdemes velük versenyezni. A vevőkutatás, a vevőkövetés. Hát ha nem tudom pontosan a vállalkozásomat a vevők igényeihez igazítani, ugye nem is kell a mondatot befejeznem. És az üzleti kommunikáció a technológiával, az interneten, szóban, írásban és az offline marketinggel. És ezek mind egymásba átszövődnek, hatnak egymásra. Ezek együtt adják a vállalkozás versenyképességét. Ennyire lehet egyszerűsíteni. Ilyen volt, és ma ez van. A tudás alapú vállalkozás tovább nem egyszerűsíthető. Ide már profi tudás kell mindegyik területen. Ebből melyiket tudják? Pedig a tudás jó. A tudás biztonság szerintem. Bebuktathatják a vállalkozásodat, elvehetik a házadat, a pénzedet, elvehetik mindenedet. Elvehetik a hazádat, gondoljanak csak ezekre az időszakokra. A tudásodat nem vehetik el. Azzal kezdhetsz új életet. A tudás ma a vállalkozás alapeszköze. Amikor honlapot, webáruházat, online marketinget rendelnek, akkor mi a vállalkozás rendszerébe gyakorlatilag tudáseszközt illesztünk. Nem mindegy, hogy az milyen. Az élet olyan, mint a biciklizés, mondta Einstein. Hogy megtartsd az egyensúlyod, mozgásban kell maradnod. Azon gondolkodtam el az esti szobabiciklizés közben, hogy a vállalkozók milyen tudásszintű biciklivel versenyeznek. Ezzel magas fokú beépített tudás van benne. Talán ez is elég. Vagy ez? Van, aki maga építi a biciklit, és mégis versenyben marad, de ő nem bízik másokban, neki ez elég. Egészen addig, amíg valaki jön egy másik biciklivel. Piaca válogatja. Sokszor hárítanak, védekeznek. Már elindultunk a fejlődés útján. Napról napra fejlődünk. De nincs okuk arra, hogy érzékenykedjenek és túlzott öntudattal lelassítsanak. Ne engedjék elhitetni magukkal, hogy már komolyan bicikliznek. Van, hogy úgy érzik, hogy már profi versenygéppel rendelkeznek, mutatják is nekem, hogy milyen nagyszerű. És én nézem, igen, ez már bicikli olyan. De mi pontosan tudjuk, hogy ezzel nem lehet biciklizni se, nemhogy versenyezni. Pedig azt mondták neki, amikor megvette az alkatrészeket, a hozzávalókat a vállalkozáshoz. A versenyhez versenykeréppel kell, ez tény. És ez egyre több tudás eredménye, ez meg szintén az. Az már más kérdés, hogy melyik optimális a helyi versenyhez. Ahhoz, amit én nekem kell megfutni. Tudás nélkül fel sem ismeri a valódi szükségleteit a legtöbb vállalkozó. Na, ezek után még sokszor mondják rám azt is, hogy túlságosan elvont vagyok. Most egyszerű legyek, aztán utána meg elvont leszek. Persze, mert hiányzik az alaptudásból eredő belátás. A tudás a vállalkozás alapeszköze. Ha már vállalkozó lettél, a feladat választ téged és nem fordítva. Csak a gyakorlat érdekel. Az elméletre nincs időm. Ezt kapásból megkapom. Nincs szüksége, elgondolkodom rajta. Dehogy is nem. Vagy nem akar újabb kihívást? Inkább csak erről lehet szó. Na ne, így is elég bonyolult vállalkozni. Én nem hiszem, tudom. Amikor hárítanak és azt mondják nekem, hogy tele van az ország diplomás munkanélküliekkel, minek annyit az elmélettel foglalkozni.
akkor azért hadd mondjam, hogy ma az oktatási rendszerben nehezen tudnak valódi a piacon megfizetett tudást szerezni. Emiatt van ez. És én nem ezt a tudást akarom a vállalkozóknak átadni, és azt hiányolom náluk. Sokan szeretnék megúszni. A csábítónak látszó egyszerű megoldások azonban visszaütnek. Visszaüthetnek és vissza is ütnek. Jó, mindent megért, de azonnali eredményt akar. Mikor lesz eredmény? Ma vagy holnap? Nem. Holnap után se. Fessen kerítést, gyomláljon a kertben, vagy mosogasson el. Ott azonnal látható az eredmény, bár ez is a felkészültségtől függ. Az üzletben több hónapos, akár éves kifutásban kell számolni. És ez nem hozzáállás és elfogadás kérdése, ez realitás. Én magam is kertészkedem, és időnként festegetek, hogy valódi, azonnali eredményt kapja. Kell ez az ellensúly. A webben is kaphatunk azonnali eredményt, ha hirdet. Csak hogy a Google hirdetés hiába jelenik meg azonnal az első oldalon. Ha a webőkért még meg kell dolgozni az interneten nap mint nap, úgy, hogy akár 3-6 hónap, de lehet, hogy egy év is eltelik, amíg a vevők valóban nem csak oda kattintanak, de oda is szoknak. És vásárlók lesznek, rendszeresen visszatérők. És mindez az értékesítési környezettől és a termékcsoporttól függ. Mit tud erről? Mennyi tudással rendelkezik? Lehet, hogy nem is akarja tudni, hanem megbízik valakiben. Hát a vakbizalom nem elég. Gondolkodjon pozitívan. Ez jó, de vakon ne bízzon. Tudja, hogy mire számíthat és miért. Ez nagyon fontos. Mindig kell, meddig kell kitartani, hogy eredmény is legyen. Ha ezeket nem tudja, a bizalom hamar megkopik a bizonytalanságban. Mindez, ha az alap és a háttérismeretek hiányoznak. Ugyanúgy, mint ahogy ahol csak az üzleti eredmény érdekel, elfoglalt vagyok, az út nem érdekel, megoldod, engem csak a lényeg érdekel. És hát persze, mivel csak az eredményt várja, és az még nem érkezik, az út nem érdekli, ezért hát kapkod, és hülyeségeket csinál. Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi hülyeség. De a világegyetemben nem vagyok olyan biztos, mondta Einstein. Szerencsére mondott mást is, ami előre mutat nekünk. Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban meg a harmóniát. A nehézségek között mindig ott van a lehetőség, de ez tudás nélkül nem megy. És a tudáshoz is hibákon keresztül vezet az utunk. Merj hibázni. Ha nagy emberekre gondolsz, lásd a hibáikat és az eredményeik között. Nagy emberek nagyokat hibáznak. Ha még nem hibáztál, akkor még nem is értél igazán. Hogy valaki mennyire nyitott ezekre a gondolatokra, igazából azon múlik, hogy felkészült-e az illető, van-e megfelelő tudása. Ha valaki teljesen bezárt, akkor még nem készült fel, nem kész rá. Én nem is erőltetem. Amikor valaki megérett egy helyzetre, akkor úgyis nyitottá válik az információkra, és akkor nagyon szívesen átadjuk a számára fontos tudást. Ha nem vagyunk nyitottak, előbb-utóbb történik valami, ami kinyílásra késztet minket. Sokszor előfordul, mikor valaki hárít, miközben nehézségeken megy át az életben, és egyszer egy nagyon mély lelki állapotba süllyed, ahol úgy érzi, segítségre van szüksége. Sokszor a vészhelyzetekben válik az ember nyitottabb az új információkra. Mit gondol erről? Szerintem az alapismeretek, a háttérismeretek azért kellenek, hogy optimális rálátása kialakuljon, egy új látásmód, egy nézőpontváltás, aminek segítségével többek között a mi tudásunkat is jobban be tudja építeni. Ezt a tudást tartom én a 21. század vállalkozói tudásának. Minden vállalkozónak megvan a lehetősége, hogy optimális, jó teljesítménnyel teli életet élhessen. Mindenkinek saját útja van.
A fő cél az, hogy ezt az utat a lehető legjobban be tudja járni, és az út alatt egy optimális, véletlenül sem tökéletes, hanem az egyén szempontjából optimális állapotot el tudjon érni. Ha valamit addig csiszolunk, amíg tökéletes lesz, már a pillanat el is múlt, már nincs lesz rá szükség. Nekem az a legfontosabb célom, hogy minden vállalkozóból és vállalkozásból kihozzuk az optimálist. Vajon hova sorolja magát? Pozitív vagy negatív gondolkodásúnak tartja? A pozitív gondolkodásúak mindig találnak valami jót abban, ami van. A negatív beállítottságúaknak mindig az a jó, ami nincs. Könnyen eldönthetjük, hova tartozunk. Mit mond a pozitív kommunikáció tudománya? A vevőkkel folyó kommunikációban legalább 6 pozitív helyzet, 6 mondat kell, hogy jusson egy negatív szituációra. 12 pozitív érzelem egy negatív érzelemre. Ezt meg tudja oldani? Hogyan is néz ki ez a saját vállalkozásában? És vigyázzon, az arányt ne lépje túl. 12-nél több pozitívum van, és elmarad a negatívum. Ez azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyta a valóságot. A negatív érzelmeknek is van egy szerepe, ami ha nincsen meg, akkor inkább álmodozás és a valós problémák figyelmen kívülhagyása következik be. A kiegyensúlyozott embereknél általában 3-1 a pozitivitási arány. Tehát minimum 3 pozitív dolognak kell érni egy egyént ahhoz, hogy optimálisan éljen és optimálisan teljesítsen. Mennyivel nagyobb esély van erre, ha több tudása van, több pozitív ötlete? Még mindig jobb, mint az állatvilágban, ahol a ragadozó madarakat figyelték, és általában a ragadozókat 10 támadásból egy átlagban a szerencsés végkimenetelű. Egyiknek sem okoz mégse problémát, hogy 10-szer is neki menjen a támadásnak. Semmi sem változtatja az üzletet gyorsabban, mint az ötlet, ami a tudásból származik. Mert ugye, ez lehet két lyuk, lehet két karika, lehet két girbe-gurba kör, és még sok minden egyéb, kinek mit indít meg a fantáziája. A gondolkodás közben az ötlet az úgy jön, mint egy kis energiahalmaz. Sokszor nem tudjuk eldönteni, hogy vállalkozó vagy eszelős álmodozó. Attól függ, hogy mit kezd ezzel a gondolattal, és hogyan építkezik belőle. Ez a tudás lényege, hogy ne csak zizegjen, vibráljon, hanem le tudja rögzíteni, tisztítani. Egy vállalkozó állandó zsongásban van, áramlatban, flóban. És ezt meg lehet tanulni, és úgy hozzá lehet szokni, mint a reggeli kávéhoz, egy készségé tud alakulni. Tudás alapú vállalkozás a 21. század vállalkozása. Mitől működik? Mitől más? Éppen attól, amit az előbb mondtam. Az idea, a gondolat először megformálódik, testet ölt. Majd végig megy a következő stációkon. Letisztul, végül csak a magja marad, majd eltűnik és egy darabig hagyjuk, amíg a felszín alatt szinte magától érlelődik. Már nem rágódunk rajta, nem vetettük el, csak hagyjuk. Hogy egyszer csak valami új testben megjelenjen, olyan formában, ami eddig nem volt. Már alapul, szinte magától. Így jött létre az E-Bridges is, és tudás alapú. A 21. századi vállalkozók támogatására. Mindez széles körben ismertem, és hozzáférhető az interneten is. Akkor miért választ mégis engem? Azért, hogy erőit optimalizálja, nem azért, hogy kikerülje és megússza a tudásfejlesztést. Dolgozzon velünk! Jöhetsz bárhonnan, nem számít. Csak az számít, hogy mit tudsz. Erre itt van néhány nagy név.
akik nélkül most nem ülhetnénk itt és nem beszélgethetnénk, én sem mutathatnám ezt a prezentációt. Mitől más az Bridges? Hát nagyjából ettől. Nem vagyok én olyan okos, csak többet foglalkozom a problémákkal, mondta Einstein. Hát valahogy ugyanerről beszélhetünk, a köztünk lévő különbséget természetesen mindig is hangsúlyozva. Tényleg állandó tudás áramlatban vagyok. Én a három kérdés közül, amit a legelején föltettem, a harmadikra tudnék. Torony magasan a legnagyobb arányszámot mondani. Mivel töltöm a legtöbb időt? Az önfejlesztéssel, a vállalkozásfejlesztés tanulásával. Nekem nincs csak online, vagy nincs csak marketing, nincs csak weblap. Nekem csak vállalkozásfejlesztés van. Sok hivatásos olyannak tűnik nekem, mint aki már több ezer fát látott, de még soha nem látott egy erdőt. Történelmi, gazdasági és pszichológiai háttértudás adja azt a függetlenséget, amitől látom az erdőt is, ahol a vállalkozásnak előre kell haladni és el kell helyezni őt. Segítem az elején, amivel felküzdi magát. Segítem áthidalni a nehézségeket. Szeretném megmutatni, nem én vagyok alul. Fönt várom, nem tolom, nem nyangatom. Nem gondolkodom helyette. Segítem. Ha problémás a vállalkozás, az én kezemet engedje el utoljára, és az én kezemet fogja meg elsőként, ha újra fel tud kapaszkodni. Ha a tudás megvan, akkor sokkal nagyobb az ellenálló képessége. Sokkal jobban meg tud birkózni a nehéz helyzetekkel. Akkor képes az előrelátásra, képes a fejlődésre. Ha egy cégvezető nyitott és pozitív, gondolkodása növekedés központú, akkor az alkalmazottaknak is könnyebb pozitív hozzáállással dolgozni. Minél magasabb szinten képes az okok megismerésére, tényleg annál hatékonyabb lesz a válaszmegoldás, és hosszú távon optimális. Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, míg nem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. Kedvelem Einstein mondásait. Ha időt szán saját online üzletére, akkor mi is. Minden megbízást elfogadunk, ha ön elkötelezte magát a tudás alapú vállalkozás mellett. A többire még visszatérek. Végezetül még három Einstein intézet, amit én kedvelek, ajánlom a figyelmetbe. A legnehezebben megérthető dolog a világon a jövedelemadó. A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat. És végezetül, ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. További tájékoztatásért keresse fel weboldalunkat, vagy hívjon Skype-on. Köszönöm a figyelmét, legyen önnek is üzlet a kommunikáció. Építsük vele együtt az üzletébe.